Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Hát a múlt héten mutattak be egy érdekes kiadványt, Székesfehérvár település képi arculati kézikönyvét. Ezt a könyvet Csuti Nésler Erzsébet, valamint Lantai Attila jegyzik, közösen talán fogalmazhatok így, és erről a kötetről fogunk beszélgetni itt az Esti Mérlegben. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez a könyv egy érdekes szülötte annak, amikor egy jogszabály megszületik, és aztán valami fantasztikus kiadvány keletkezik, egy jogszabály következtében fogalmazhatunk így a könyv születéséről? Igen, természetesen. Előzménye ennek az, hogy 2016-ban az országgyűlés megalkotott egy törvényt, amit településképi törvénynek nevezünk, ami azt jelenti, hogy eddig az építési törvényben definiált különböző fogalmakat, az építészetnek a művészeti szegmensét kiemelte az építési törvényből, és immár egy új törvényben, a településképi törvényben rendezi. Most ez feladatot adott az önkormányzatoknak, ez a törvény, és azt mondta, hogy minden önkormányzat készítse el a településképvédelmi rendeletét, amelyet meg kell alapoznia egy úgynevezett településképi arculati kézikönyvnek, amelynek fel kell tárnia minden településnek az építészeti arculatát. És így valóban egy jogalkotásból született, szerintem is egy jól forgatható és hitem szerint magas színvonalú kiadvány. A könyv vagy a kötet készítése közben milyen érdekességekkel szembesültetek? Mind a ketten felfegyelkeztünk ezzel a példányal, úgyhogy ezt lehet, hogy látják nézők. Én először úgy találkoztam ezzel, hogy eleget kell tennem egy jogszabály szerinti előírásnak, és azt kell teljesítenem az előre ajánlott metodika szerint. És akkor én úgy gondoltam, amikor kicsit beleástam magam ebbe a feladatba, hogy Fehérvár annyira különleges és annyira színes város, és a történelme oly gazdag, és a szerkezeti fejlődése olyan mesébe illő, ahogy ezt a Siklósi Gyula régész barátunk is feltárta annak idején, hogy megérdemli azt, hogy külön foglalkozzak ezzel a történettel, már csak azért is, mert ennek az egész kézikönyvnek az volt az egyik célja, azon kívül, hogy valamilyen módon segítséget, támogatást adjon, hogy mit is építsen a ma embere. A másik célja pedig óhatatlan a lokálpatriotizmusnak az erősítése. Na most akár az első változat, akár a második szempont nem oldható meg úgy, hogy ne ismerjük, hogy hova kerül az épület. Tehát valahogy engem mindig az vezérelt ennek a munkának készítése folytán, hogy a ház nagy H-val és a hely nagy H-val ezek megfelelő harmóniába kerüljenek egymással. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mi, hova, milyen házat építünk, és nem mindegy, hogy milyen házat hova helyezünk el. Mert ha nem stimmel, akkor diszonáns eredmény születik. És ezt taglalom én valahol 250 oldalon keresztül. Segítségeim is voltak ebben, azon kívül, hogy a főépítészi iroda és a főépítész úr, meg a Sagát Ágnás nagy segítségemre voltak a munka haladása folyamán. A Igari Antal megyei főépítész műemléki szakmérnök volt, aki a műemlékeket gondozta különösen ebben a könyvben. A lakótelepi zöld területet pedig a Deep Forest Kft. Dezsényi Péter vezetésével, ez az ő szakterületük is, nagyon friss gondolatokat hozott be ebbe a munkába, és aki pedig a könyvnek az egész küllemét megvalósította, egy ifjú grafikus arculattervező építész, a Pintérné Tóth Viktória, akivel harmonikusan közreműködve lett végül is a végeredmény ez a, én szerintem, szép könyv. Mi volt a legemlékezetesebb feladat? A legemlékezetesebb feladat valóban a sok beszélgetés alatt nekem az volt, amikor megpróbáltuk megragadni azt, hogy igazából mi ennek a könyvnek a célja. Tehát sokat, ugye a jogszabály elmondta nekünk, hogy milyen tartalommal kell bírni ennek a könyvnek, és természetesen nagyon fontos és jó gondolatokat adott, hogy például találjuk meg Székesfehérváron azokat az építészeti karaktereket, amelyek egyes település részeken egymással rokonságban vannak, és egy csokrot alkotnak, és ezeket a karaktereknek találjuk meg a gyakorlatilag azokat a közös nevezőjét, amit majd esetleg ajánlásként lehet adni az jövendő tervezőinek.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mi egyfajta ekleticizmust akarnánk átadni, és historizáló épületeket, vagy a régmúltból kialakított építészeti szentenciákat szeretnénk a továbbvinnének, de hogy, és itt jön a válaszom, hogy igazából, hogy hogyan ragadjuk meg a helyszellemét, amit Christian Norberg Schulz, ugye Génius Lócinak hívott, hogy nem egyes konkrét építőanyagokat, vagy építészeti, épületszerkezeti megoldásokat, oromfalképzést, kéményt, bejárat, kapuzatot javaslunk, de hogy ezeknek a összefotózásával, átnézéséből elmélyült elemzése után mégiscsak megragadjuk ennek a városnak, megpróbáljuk ennek a városnak megragadni, nagyon nehéz volt a helyszellemét, hogy mik azok a mozgatórugók, amelyek az évszázadok alatt építészeti válaszokat tudtak adni építészeti kérdésekre. Hogyha már említette ezt, vagy említette ezeket a mozgatórugókat, akkor mik voltak Székesfehérvár vonatkozásában ezek? Amit, ugye ez a kettős hagyomány egy nagyon érdekes dolog, amit Erzsébettel nem újra felfedeztünk, úgy lehetne mondani, hogy az államalapítás városa, a középkor fővárosa, a magyar államiságnak 500 évig, minimum 500 évig a letéteményese után, az a többszörös kataklizma, ami érte ezt a várost, valahol mindig újrakezdésre predesztinálta, vagy kényszerítette. Ugye a török dúlás után újra kellett értelmezni az egész várost, az államiságot is, akkor elvesztettük a vezető szerepünket. De akkor a barokkban született újra a város, és akkor a püspökség megalapításával egy kicsit, mint, hogy mondjam, korszellem, az lett a legfőbb mozgatórugó. Majd például a II. Világháború után pedig újra definiálódott a városnak, éppen azért, mert hogy az államiságot egy kicsit a barokkor el akarta eliminálni, szerette volna az árpádházi királyoknak a fehérváriságát, úgy a háború után pedig éppen ezt a szakrális és állami központi szerepet, vagy nagy történelmi múltat eltörölve akartak iparvárost csinálni. És kétszer is volt, legalább kétszer biztos, hogy volt egy ilyen kataklizma, amit majdnem azt éreztük meg, hogy ez az újrakezdés, amitől ez a város más, mint a többi, hogy többszörösen kellett nagyon újrakezdeni, és szinte nulláról elindulni, és ezért újra felépíteni új építészeti rendszereket. Mi volt a szakmának a visszajelzése, akár mondjuk, mint városi főépítészhez, akár mint építészmérnökhöz? Én egy mondatot mondok, mert én a kamarával is véleményeztettük, utána is beszélgettünk, és ők, mivel az egész megyébe véleményeztek, amikor a végeredmény megszületett, akkor tényleg csak jókat hallottam tőlük, hogy egyik legnívósabb munka lett a megyében, hanem a legnívósabb szerintük. De Erzsébetnek biztos... Köszönöm a szép szavakat, én nem dicsérni fogom ezt a könyvet most, hanem inkább tudom, hogy néhány percben mi rendelkezésünkre áll, nagyon nehéz ezt összefoglalni, úgyhogy én inkább két gondolatot ragadnék ki, aminek a boncolgatása engem vezérelt ennek a megírása folytán, egyébként nagyon sok fotónk is van benne. Az egyik ilyen fogalom az illeszkedés, ami tulajdonképpen minden korra vonatkozik, de a mai korunkra én úgy érzem különösen. Tehát az, hogy ha valaki valamit valahová építeni szeretne, vagy változtatni, vagy csinálni bármit a házával, azért nem árt, hogyha egy kicsit körülnéz, és a saját ízlésének a ráerőltetésén kívül megismeri azt a történetet, hogy az az utca, vagy az a településrész hogy jutott el oda, és egyáltalában, hogy ez beleillik-e, vagy sem. Most én kiragadnék nem jó példákat. Például, hogyha van egy akármilyen korban épült épület, és ott egyetlen egy lakó kicseréli fehér műanyagra a meglévő barna faablakot, úgy érzem vét az illeszkedés szabályai ellen. Meg kell találni azokat a módozatokat, hogy hogy lehet valamit közösen megoldani, ha változtatni kell. De ez ugyanúgy vonatkozik a barna üzletsor, barna fájú üzletsorba betesznek egy fehér műanyag portált, és ez nem csak műemléknél, ez ugyanígy én szerintem szemet szúr, hogyha egy modernem épületen van szó. És ugyanígy a másik gondolat, ami foglalkoztatott engem, hogy a modern építészetnek a helye a történelmi szövetben.
az teljesen természetes dolog, hogy ma nem építünk se barokk, se klasszicista épületet. Azt építettek a barokkban, meg a klasszicizmus korában. Ma modern épületet építünk a magunk korának, a magunk ízlésének megfelelően. De azzal ezért kell egy mértéktartás, és kicsit csinyán kell bánni a formai eszközökkel is, különösen az épület tömegeknek az illeszkedését illetően, és akkor itt a modern meg az illeszkedés azért valahol összeér. Tehát elvárjuk a mai építészetétől, hogy a maga névjegyét rakja le, de úgy, hogy az emelje a színvonalat, ne pedig roncsa, ne pedig zavaró lakhasson. Ez időnként keskeny ösvény tud lenni az építészet mezőjében, de én azt írtam le, hogy azért van a főépítészi tervzsűri, hogy akkor adott esetben egy ilyen építészeti megoldást többen megnéznek, zsűriznek, beszélgetnek róla, és biztos, hogy jó eredmény fog akkor születni. És hivatkozom példákra is, hogy kik voltak azok az építészek, meg melyek az épületek, akik saját korukba váltak már klasszikussá, tehát az adott korban modernet építették, és ma ugyanúgy szeretjük például a csókképtárat a történelmi belváros közepén, vagy Molnár Tibornak a vasalóházát, ugyanúgy a történelmi hangulatú építészetben, és erre tettem példákat, és én ezt fontosnak tartom. Hát a 30-as éveknek az egy nagy tanulság és nagy példa előttünk, amikor Kocsis Iván professzor Schmidl Ferenc főépítéssel és Molnárékkal tényleg olyan finoman ízesítette be az akkori kortárs modern és premodern építészetet a történelmi szövetbe, hogy az tanítható. Tehát igazából, ha egyszer végsételünk a főutcán és ezzel a szemmel vizsgáljuk meg ezeket az épületeket, már muníciót kapunk arra, hogy hogyan kell viselkedni történelmi szövetben kortárs épületekkel. Akkor mondhatjuk azt, hogy ez a könyv gyakorlatilag egy ilyen izgalmas barangolás is egyben a város múltjában, a jelenében, de hogyha szemfülesen nézünk, akkor a jövő irányába is egy kicsit elmozdulhatunk. Én így gondolom, és azt hiszem, ha jól végeztem a dolgomat, akkor remélem, hogy ez vitát is fog kiváltani. Tehát óhatatlanul, mivel én fogalmaztam, ezért van benne szubjektivitás, de én nem érzem azt, hogy itt ilyen végítéletek, meg lefektetett gondolatok vannak. Inkább szeretném azt, hogyha ez valahogy gondolkodásra sarkalna, meg vitatkozni is lehet. Szerintem akkor megyünk jó irányba. Meg nagyon fontos, hogy Erzsébet is azt választotta, hogy a jó példákat mutatja be. Tehát nem állít pellengére rossz példákat, hiszen az nem is lenne ízléses se, meg ugye sose tudjuk, hogy egy épület megszületése az milyen környezetben. Sokszor nem a tervező hibázik, valamikor az építető szeretne mást, viták vannak, ebből lehet, hogy néha nem alakul jó végeredmény. De a jó példákat azt Erzsébet végigjárta, felfedezte, és itt publikálja. Tehát igazából, ha ezen a nyomvonalon haladnak majd a jövő építészei, akkor meg fogják találni a helyes megoldásokat, reményeink szerint. Végezetül hol találkozhatunk ezzel a kiadványjal? Kiadvány több száz példányban készült el a nyomdába, és egyelőre, mivel ez kereskedelmi forgalom nem kapható, hiszen, ahogy említette is, ez egy jogszabály alátámasztó munkarésze, de felülemelkedett ezen, és gyakorlatilag szerintem egy nagyon jól forgatható szakkönyv lett. Viszont minden könyvtárnak, minden iskolának, minden felsőoktatási intézménynek elküldtünk példányokat, tehát gyakorlatilag könyvtárakban mindenhol megtalálható. A építészeknek bérmentve odaadjuk ezeket a könyveket, hiszen ők dolgoznak leginkább majd belőle, és az interneten, a fehérvári honlapon az teljes terjedelmében letölthető a könyv, és forgatható. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és sok sikert kívánok a továbbiakhoz is. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmüket, Esti Mérleggel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!